Most gondolkodtam, hogy mire való egy ilyen kalapács. Hát nem azért, hogy önök fejbe verjenek, és azt mondják, hogy mit keresek én itt, mert az én életemben a bor nagyon nagy szerepet játszik, és tulajdonképpen két bor fajta versenyben van, amikor keresem a boltokban, a különböző pincészetekben, a Villányhegyvidéki és a Balatonhegyvidéki is. Most már, hogy megtiszteltek azzal, hogy ide hívtak, ezentúl csak Balatonfelvidéki borokat fogok vásárolni. A másik dolog pedig az, hogy hát az ember volt fiatal is, és amikor nagyon tetszettek a nők nekem, hát rég volt, akkor, és ha nem sikerült valami, akkor mindig azt az adisort idéztem, hogy szent bor asszony ellen talált drága méreg, ez is egy jó dolog. És közben gondolkodom, hogy mit mondjak a kalapácsról. Hát azért láttam egy párszor, hogy pincészetekben szereznek így egy dugót, és jó nagyot rávernek, és ezzel tulajdonképpen rögzítik a dugót. De van egy másik dolog is, amikor megnyitják a hordót, akkor is így megkocogtatják a kalapáccsal, hogy hát ott minden rendben van, vagy nem. Hát ennyit tellett csak belőle. Történész úr válasza, úgy látom, hogy veretes volt. Köszönjük, Ser József jelölt urat. Amit kezembe tartok, ez egy kénlap, és ennek, bocsánat, egy kicsit alacsony vagyok. Ennek nagyon fontos szerepe van a borkészítéskor. Először is, ugye ez egy azbest lapra valamilyen eljárásra rávitt por alakú kén. Mire használják a borászok? Elsősorban a hordók, mikor kiürülnek, és kifogy belőlük a bor, és megvárják, üresen marad a következő termésig, akkor ezt a kénlappal sterilizálják a hordót belül, tehát elégetik, belógatják a hordóba, elégetik. Igazából úgy szokták használni, hogy régen legalábbis én úgy hallottam nagyapámtól, hogy ahány hektoliter annyi szállapot tesznek,